örülök neki, hogy jobban lesz, de remélem, hogy minél hamarabb jobban lesz. Úgyhogy várom azt, hogy... A mai nap arról faggattuk a fesztivál lakókat, hogy mit üzennének Sean Paulnak, hiszen tértfájós indokkal lemondta a Szegedi Ifjúsági Napokon a fellépését. Sean Paulnak? Ki az a Sean Paul? Ő lett volna a világsztár itt a nagy színpadon. Aha, jobbulást kívánunk neki. De ha lett volna egy kicsit tökös lenne, akkor eljött volna. Lejött volna egy székre, igazából az is elég lett volna. Véleményünk szerint ez egy, már bocsánat, hogy ezt mondjuk, de valami kitaláció, mert hogyha nagyon fáj valakinek a térde, is le tud ülni szerintünk egy székre, elénekelni, amit el kell énekelnie, annyit tiszteletet tenni, hogyha már meghívták ide, tudjuk Szeged, meg mit tudom én, kicsi város és a többi, de azért azt gondolom, hogy annyit tiszteletet a rajongók felé, akik Bécsből, Erdélyből és különböző területekre jöttek, miatta kellett volna tennie, hogy ide ül székre, és énekel egy-kettőt. Küldesz egy puszit Sean Paul térdére? Nem. Gyógyuljon a térde, mert az enyém is fáj. Igazából nem annyira hozzáállsz minket a Sean Paul-a, a gyerekeink szeretik. Ők nem annyira örülnek, hogy nincsen, de nekünk a Quimby az tökéletesen megfelel. És mit üzentek neki? Más Sean Paul-nak? Sean Paul-nak? Ha jól tudom, ha jól olvastam, akkor a térdével volt valami baj. Szerintem a térde miatt tudott volna jönni, ha akar. Úgyhogy... Nem tudom, szerintem nem túl korrekt, hogy nem jött el. Vártuk, hogy itt legyen, meg csalódás volt, hogy nem jött el. És vagy hisszük, vagy nem, hogy tényleg történt valami azzal a térdel. Mi hiányzik nektek a fesztiválról? Konkrétan? Sean Paul? Miért? Mondjuk, ő lett volna húzó név mai nap. Na jó, de hát fáj a térde szegénynek, bocsássuk meg neki. Hát Sánta Paul szerencsétlen, igen. De egyébként a szervezés az várható volt, hogy ez lesz egyébként, hogy Velhaló, gyakorlatilag más név nem is lehetett volna. Szerinted a szervezők átverték a közönséget azzal, hogy meghirdettek valakit, ami nem lett végül? Nem mernék rá fogadni. 50-50, 50-50. Küldök egy puszit a Bibis térdére, és azt küldöm neki, hogy tegnap végignyomtak itt egy koncertet törött lábbal, csak mondom. Jobbulást! Vigyázz a térdére! Ti elhiszitek, ami történt vele? Hát... 50-50 százalékban. 50-50 százalékban. Benne van a fejemben az is, hogy ez csak egy nyomós ér volt. Sean Paulnak viszed a sört? Igen. Mert fáj a térde. És arra jó a sör? Nem, csak nekem megműtötték már régen, úgyhogy most nem tudok mit csinálni, mert lehet, hogy nekem kell fellépni.